Egykori e, színésztársaimat köszöntöm itt a Kölcsei Televízió Weekend című műsorában, hiszen a mandalata a Színházból e, azt gondolom, hogy be sem kell mutatni már ugye titeket, hiszen mindenki e, talán már járt egyszer mandalás előadáson, vagy legalábbis nagyon-nagyon bízunk benne, nem tudom, hogy, hogy készült-e már statisztika, hogy hány ezer, tízezer, százezer néző volt már mondalás előadásokon? Hát van két millió körüli nézőszemmel járunk az elmúlt. Millió. Több mint egy egyedép alatt. De hát alatt ugye 20, ilyen... 27. 27. mandala nyára invitáljuk itt hamarosan a kedves nézőket. Ez azért nagyon vicces, és egyben szomorú, hogy hát ezt mi megéltük, úristen, már 27 éve, és nem csecsemőként, hanem, hanem ott voltunk hát egy előadáson, ugye a József és a bűvös kabát volt az első előadás, amelyet tulajdonképpen úgy gondolom, hogy akkor még senki nem sejtette, hogy mi is lesz ebből a dologból. Egy jó bulinak tűnt, sok fiatal, aki szeretett volna valamit, valami olyasmit csinálni, ami eddig nem volt Nyíregyházán, és hát ez sikerült, is. nos, hát 27. mandala nyár, új helyszínen, kedves nézők, ez ad, úgy mondom, egy nagyon-nagyon fontos információ, mert hogy a régi helyszínt, ugye a múzeum Múzeumfalut nagyon-nagyon megszoktuk, és meg is szerettük. Hány évet töltöttetek a Sústói Múzeumfaluban? Hát, ott hat évad volt, hat nyári évad. Hát ugye a meghatározó a kezdeti 20 év volt a szabadtéri mm. színpadon, számomra szóval egy átmeneti év 2011-ben, amikor az Evangelikus Iskola udvarán voltunk, és hat esztendő... Repült el, most már ezt mondom, erre a hat évre is a múzeumfaluban, ahol egyébként egy nagyon jó kapcsolat volt a mindenkori múzeumfalu vezetéssel, tehát egy gyümölcsöző kapcsolat volt ez, mert nagyon jó millióban, egy nagyon kellemes millióban zajlottak az előadások, én szerintem meg is szerették a nézők és abszolút partner volt a mindenkori vezetés és a stáb. Viszont most van egy helyzet, ugye a Modern Városok program keretében felújítják a Múzeumfalut több épületét és épületegységét, és hát tulajdonképpen egy, egy felvonulási terület, egy építési terület lesz munkagépekkel, és hát nagyon nagy kompromisszumok árán tudtuk volna ott megvalósítani az idei nyarat egy távolabbi helyszínre lehetett volna felépíteni a lelátónkat, a, Már a, múzeumfalunk a múzeumfalunk belül. belül a, a, színpadot, egy másik bejárat a pálinkaház felől lehetett volna esetleg megközelíteni azt a helyszínt, ami hát egy ilyen 300-350 méteres gyaloglás lett volna a nézőknek. És hát ugye a múzeumfalu se az a múzeumfalu így, hogy ebben az esztendőben, amikor átépítik. Tehát azért, amikor munkagépeket látnak, és nem csak az ottani házakat, épületeket, akkor az nem ugyanaz. Igen. Így aztán úgy döntöttünk, hogy túl sok a kérdőjel, és erre az évre mindenképpen egy új helyszínt próbálunk keresni, és ez a Szent Miklós Görög-Katolikus Általános Iskola udvara lett, közvetlenül a színház mellett, a belvárosban, ahol hát nagyon gyorsan partnerre találtunk a iskola igazgatójában, Tamás István úrban, aki nagyon örült ennek a megkeresésnek, akivel egyébként már korábbról ismerjük egymást, és tulajdonképpen már meg is történt a sajtótájékoztató, és eldőlt a dolog, hogy ott lesz az idei nyár. És természetesen ugyanúgy felépítjük a lelátónkat, a mobil színpadot, tehát a színházi infrastruktúra az adott lesz, ugyanúgy, mint a múzeumfaluban, és magának az iskolának, a görög katolikus általános iskolának az infrastruktúrája is pluszba még kiszolgálja a nézők kényelmét. Tehát szinte ugyanaz, egy picit másképp, hogyha föltekintenek az égre ott is, ugye a, csillagos, a csillagos ég. ég este, igen. este, igen, és talán még ott, hogyha valaki éppen a belvárosban jön megy, akkor egy-egy, mondjuk, musical fosztlányt el er is csíphet. Bár nem tudom, hogy musical lesz-e a repertoárban. Azt viszont látom, hogy július 13-án indul, ugye a Mandala nyár és szeptember másodikán ér majd véget. Hát mi minden fér bele ebbe a gyakorlatilag másfél hónap? El, Kezdjem én, persze. Akkor azt majd Igen, jó. Majd. <laughs> hát megszokott kínálat ez az elmúlt 27 évhez hasonlóan. könnyed nyári előadásokról van szó. Ugye részben vendégelőadásokat fogadunk ilyenkor hagyományos, hogy van -e a mandala dalszjáznak egy premierje, időzítve így a nyári időszakra, a mandala nyári időszakára, és vannak olyan sikeres előadásaink, amiket beillesztünk a programba. Tehát idén is így lesz, így aztán a Csúnyalány című hát nagy sikerünkkel indítunk, amit négy éve mutattunk már be, de a mai napig játszuk. Ez egy zenés végjáték, amit Mikó István rendezett, és ő is játsz az egyik főszerepet, és egyébként egy kisebb szerepben Benkő Pétert is láthatják a nézők a színpadon. Ez egy régi Kabos Gyula filmnek a színpadi változata. Nagyon szeretik a nézők, és hát szerintem mivel Nyíregyházán mostanában mi ritkábban játszunk, elképzelhető, hogy sokan vannak, akik még nem látták ezt a darabot. Ö, vidéken nagyon sok felé játszottuk, már sok tájelőadás volt belőle, de én szerintem érdeklődése tart számot. Aztán július 21-én folytatjuk a nyarat, Pasika Pácban ez egy igazi férértések épülő végjáték, Csomorcsilla, Rátonyi Hajni, Heller Tamás, Erkárpáti Péter főszereplésével és Gergely Róbert rendezésében. Ez egy zenés vígjáték, és a zenét szólnoki Péter a Bombon együttesnek a frontembere készítette ehhez az előadáshoz. Aztán a nézők mindig várják, és mi szolgáltatjuk is, és kiszolgáljuk ezt az igényt, az operettet a nyári összeállításban, ezúttal Jakobi Viktor Szibil című nagy operettje lesz látható, és itt talán ki lehet emelni, hogy élőzenekarúi kísérettel történik mindez főszerepekben Teremitrix és Áfár Mónika, Egyházi a Szirtes Gábor, többek között. Na most már add a szót adhoznak, mert szegény már itt Jó. lázasan készül. Jó, ugrunk egyet, ugrunk. és akkor de hát még mondd el a. a... Nem akar szerepelni. Nem, 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 de ezt így beszéltük meg, hogy. A sajtótájékoztatón is felosztottuk, hogy ki mit mond, mm, és akkor profi. most hülyek maradunk ehhez a, a szereposztáshoz. Szóval, augusztus 4-én, augusztus elején egy Mandalás siker, a tavalyi bemutatónkat ismét színpadra állítjuk a Bérdiakos a barátom címmel. Ez egy Francis Weber végjáték, ugye? ő neki köszönhetjük többek között a Pofabe, a a vacsorára című francia filmeket. Ő is írta, ő is rendezte ezeket. De nagyon népszerű szerző, a franciák ünnepelt szerzője. Ezt a Bérgyékos a barátom című darabot is Besenci Árpád rendezte nálunk, mint hogy több más darabot Ennek is. Ennek is volt filmes változata. Nem? Volt, több volt, feldolgozása. Uh -huh. Amerikai feldolgozása volt. is volt, francia is. Több. Igen. Miss Arizona, egy zenés vígjáték, Cseke Katinka, Gregor Bernadett, Sáfár Mónika, Csengere Attila, Heller Tamás, tehát igazán ismert színész nevek, augusztus 5-én, ez is egy zenés vígjáték, amely színházi emberekről, komédiásokról szól, akár rólunk is szólhatna, mert hogy vágynak arra ebben a történetben, hogy egy igazi, saját színházuk legyen, egy saját épülettel, és hát sok félreértés is egy nagyon szórakoztató zenés vígjátékról van szó. most tényleg átadom a szót att a Néhány szólálni. fotó. Igen. Igen, Igen, Gyorsan Ez például a Pasika Pálcban volt néhány És fotó. ez már itt a igen. Közben mondhatom, akkor, mondom, akkor utána augusztus 10-én lesz, a, amit Gábor is említett a saját premierünk, ez a Család ellen nincs orvosság, ez Rékuni vígjáték, ugye mi már elég sok Rékuni vígjátékot játszhatunk, páratlan páros miniszter, félrelép kölcsönkérő, ezt is Besenci Árpád rendezi, illetve játszik is majd a premieren, kiegészülve Vlasis Barbarával, aki pedig a Pécsi Nemzeti Színház művésznője ez két előadás is lesz, 10-én és 11-én, azután pedig a forgatókönyv című előadás lesz, melyben Csonka András, Magyar Attila és Szerednyei Béla játszik. Ez egy nagyon izgalmas előadás, nagyon jó kis előadás, egyébként Szente Vajk rendezte, nem szól másról a végjáték, mint a forgatókönyv elkészültéről, ami filmes forgatókönyv pedig az elfújta a szél. Erről szól, nagyon izgalmas, nagyon jó rendezésbe és nagyon érdekes szituációkkal. És nem akármilyen szereposztásban. És nem akármilyen szereposztásban, így van. Azután pedig egy ö, régi új darabunk, ez a négy piros dugóhúzó, ennek az a apropója, ez egy ö, rejtő összeállítás, ezt Mikó István állította össze, és ö, rendezte szintén ezt a darabot. Ennek az az apropója, hogy idén 75 éve hunyt el rejtőjenő ez előtt tisztelgünk ezzel a darabbal, ami szintén zenés végjáték tulajdonképpen, illetve összeállítás rejtő És amelyben az egyik főszerepet szintén Mikó István játsza. És akkor elérkeztünk a zárógálához, ahol, ami, bocsánat. És még lesz egy, így mese, van? Még, egy még egy, igen. Családi előadás lesz, amit már megszoktak a nézők, és már követelnek is, is tőlünk, igen. Tehát évek óta illesztünk mert mindig egy mese darabot. A... Ez pedig a négyszögletű kerekerdő lesz, ez Lázár Elvén meséből, Halász dalaival. És elérkeztünk ugye a Záró amely szeptember másodikán vasárnap lesz, és tudom, hogy elfogyott az időnk, de el kell, hogy mondjuk, hogy ugye ezen a gálán sajnos Dobos László Mandala színház alapítója, egykor igazgatója már nem lehet itt velünk, hiszen őt ö, ö, május 14-én temette el a társulat, és nagyon sokan kísérték el utolsó útjára. És amikor tudtam, hogy ti jöttök ma adásba, arra gondoltam, hogy hát ugye Laci minden előadásban ott lesz mostantól kezdve, úgyhogy ameddig mi élünk, és az emlékeink élnek, és ezt továbbadjuk majd a nézőknek, a gyerekeknek, akkor ő, ő itt lesz minden egyes előadásba. Úgyhogy emlékszünk majd rá is, illetve úgy gondolom, hogy ez a, ez a gála elsősorban neki készül. Így mert rá fogunk emlékezni. Mindig van zárógála, de hát természetesen ezt a gálát most az ő emlékének szenteljük, és rá fogunk emlékezni. És a hagyományoknak megfelelően, amit egyébként még ő talált ki, mert a zárógálát mindig a magyar dalnapjához, amíg nagyon aktív volt a magyar mm. dalnapja, akkor ahhoz kötöttük és mindig valamilyen zenei sikert elért vendéget hívtunk, vagy egy zenészszínházi sikert elért vendéget, és ezúttal a Sztárban meg egy kicsi idei győzteseit, Varga Szabolcsot és Vastag Tamást hívtuk el vendégnek erre a zárógálára. Na fiúk, hát szerintem lehet mi még meghívunk titeket a mandala nyár közepén, vagy akár mikor, és hogyha még pár jegyere a nézőket is meg tudjuk esetleg egy játékra motiválni, akkor úgy gondolom, hogy ez még izgalmas másabb lesz majd, hiszen a Facebook oldalunkat is követik, vagy akár milyen formában részt vehetnek egy játékban. Ezt köszönjük szépen, és várjuk is a megye lakosságát, hogy jöjjenek bátran Nyíregyházára a mandalanyárat megnézni, mert a dalszínház mindig utazik sokfelé, de ezúttal nekik kell Nyíregyházára jönni. Nos, köszönjük szépen!